Sziasztok, kedves nézőim! Az 1800-as évek elején jelentek meg az első felfedezők az Antarktiszon. Szélsőséges időjárási viszonyai miatt azóta is ez a kontinens a legtitkosabb hely az egész bolygón. Keringenek pletykák a harmadik birodalom titkos bázisáról, furcsa történetek eltűnt expedíciókról, sőt még földön kívüliekről szóló hírek is. Az Antarktisz a mai napig a leginkább feltáratlan kontinens, így nem meglepő, hogy néha olyan furcsa és elképesztő leletek kerülnek elő, amelyekről nehéz elképzelni, hogy honnan és hogyan kerülhettek oda. A mai videóban az Antarktisz legrejtélyesebb leleteiről mesélek. 2020-ban paleontológusok a Whitmore-hegység területén valaha élt dinoszauruszok maradványait kutatták. A kihalt állatok nyomai helyett azonban egy szörnyű felfedezést tettek, amely nem csak őket, hanem a közvéleményt is meghökkentette. Olyan dinoszaurusz fosszíliákat találtak, amelyek legalább 600 millió évesek voltak. Amikor elkezdték tanulmányozni a leletet, apró csontvázakat találtak a belsejükben. Közelebbről megnézve könnyen megállapíthatjuk, hogy egy emberi lényhez tartoztak. Csak hogy ezeknek a maradványoknak a mérete nem haladja meg a mindössze 30 cm-t. Ráadásul 600 millió évvel ezelőtt még dinoszauruszok sem léteztek a Földön. Ráadásul nem egy, hanem több ilyen csontvázat találtak. Ez vezette a tudósokat arra a gondolatra, hogy a Whitmore Range területén korábban élt ismeretlen kis lények csontvázait lelték meg. Szerkezetük teljesen egybeesik az emberi csontváz szerkezetével. Ezt a hírt az ufológusok azonnal felkapták, mondvá, hogy ez a legvalóságosabb bizonyíték a Földön kívüli civilizációkról. A tudósok azonban nem sietnek ilyen következtetéseket levonni, és tovább vizsgálják a talált maradványokat. Az is rejtély maradt, hogy milyen településeken éltek ezek a kis emberek, és hogy technológiailag fejlettek voltak-e. A maradványokat Washingtonba küldték további vizsgálatokra. Talán további antarktiszi expedíciók fényderítenek bolygónk feltáratlan történelmére. 1912-ben Robert Scott, brit sarkutató és legénysége expedícióra indult az Antarktisz egy addig feltérképezetlen részére. Scott kapitány két nagy expedíciót vezetett a jeges kontinensre. A Discovery-t 1901 és 1904 között, és a Terra Novát 1912 és 13 között. Sajnos ez utóbbi az expedíció többi tagja, köztük maga Scott kapitány számára is tragikusan végződött. A Terra Nova expedíció bukásáról többféle verzió létezik. Az egyik verzió szerint a legénység nem volt felkészülve a zord körülményekre, ezért értek csak néhányan visszaélve. A déli sarki út túlélőinek vallomásait a brit kormány archívumában máig titkos felirattal őrzik. Már maga az expedíció neve, a Terra Nova is sokat mondó volt. Szó szerinti fordításban új földet jelent. A túlélők egyedülálló fényképekkel tértek vissza. Ám az expedícióról készült képek többségét titkosították, és a mai napig a brit levéltár egy speciális részlegében őrzik. 2022-ben közülük néhány kiszivárgott, publikálták őket, és az internetre is kikerültek. A következő képek pedig elgondolkodtatnak. Vajon az Antarktisz mindig is olyan volt, amilyennek mi ismerjük? A képeken elképesztő, egyiptomi piramisokra emlékeztető épületek találhatók. Ez azt jelenteni, hogy régen ismeretlen civilizációk léteztek itt. A képeken furcsa lények is láthatók, amelyek állítólag az Antarktiszon éltek. De ha ezek a képek valódiak, akkor hová tűnhetett el már az ismeretlen faj és a piramisszerű építmények? Itt azt a hajót látjuk, amellyel az expedíció tagjai utaznak. Nem megerősített információk szerint a bátor kapitány vezette csapatnak sikerült ellátogatnia az Antarktisz mitikus jégfala mögé. Lehet, hogy Robert Scott kapitány képes volt áthatolni bolygónk jégtorlaszán és más földeket fényképezni? Valaki vagy valami szándékosan nem akarta nyilvánosságra hozni világunk többi kontinensének titkát. Több a kérdés, mint a válasz. Az Antarktisszal kapcsolatban még sok a rejtély, ami megfejtésre vár. Nem is olyan régen maximum elképzelni tudta az ember, hogy néz ki az Antarktisz, és mi történik a hóval borított kontinensen.
Ma már azonban az információs technológia korában a világ bármely pontjára elutazhatunk. Az internetezők a Google Maps segítségével elkezdték az Antarktisz felfedezését, és az egyik szomszédos szigeten egy titokzatos barlangot fedeztek fel. Számítások szerint a barlang bejárata 22,5 méter magas és körülbelül 76 méter széles. Ez bőven elég lenne ahhoz, hogy egy nagy utasszállító repülőgép is elférjen benne. A bejáratnál valamiféle lépcső is található, amely mérete alapján úgy tűnik, hogy egy óriás számára készült. De nem csak a barlang mérete a feltűnő, hanem a bejárata is, amely szabályos kör alakú. A tudósok úgy vélik, hogy ez arra utal, a barlang nem természetes úton jött létre, hanem valakinek a tevékenysége nyomán. De hogy ki lehetett az, továbbra is nyitott kérdés, hiszen a sziget szinte megközelíthetetlen az ember számára. Egyesek úgy vélik, hogy ez a barlang az úgynevezett üreges föld bejárata volt, ahol más civilizációk éltek. Az is lehet, hogy ősi emberek keze munkája. Ám a legvalószínűbb, hogy a természet hozta létre ezt a bejáratot. Lehetséges, de két furcsaság azért van. Először is nézzük meg a sziget szélét. Úgy tűnik, hogy lépcsőfokok vannak ott kialakítva. Sötét színűek, mintha kőből lennének. És ha jobban megnézzük, emberi lábnyomoknak tűnő dolgokat is találhatunk rajtuk. Járt valaki ebben a barlangban? Vagy talán még mindig él ott? A másik furcsaság a rejtélyes lelet időszakos eltűnése, majd újbóli felbukkanása. A bejáratot először 2007-ben vették észre a Google Maps-en. Aztán a bejárat eltűnt a térképről, hogy néhány évvel később újra felbukkanjon. Ezután ismét eltűnt, majd 2022-ben került újra elő. Talán az okozza a változásokat, hogy a hó időnként elolvad, majd új hó esik. Alakíthatja a szél is. Majd az egész megismétlődik. Egyedül a barlang mélyére vezető lépcsők kérdőjelezik meg a járat természetes eredetét. Az interneten könnyen megtalálhatjátok a hely koordinátáit. A Google Earth segítségével pedig meg is látogathatjátok. Ha rábukkantok valamire, tudassátok majd a világgal. Régészek egy nagyon szokatlan koponyatípust fedeztek fel az Antarktisz jegében. A lelet furcsasága nem az emberi fej, vagy egy emberi fejhez hasonló lény fejének alakjában rejlik, hanem abban is, hogy alapvetően azt bizonyítja, a kontinenst valaha ősi civilizációk népesítették be. Már korábban is feltételezték, hogy az Antarktiszt egykor zöld növényzet borította, és csak az utolsó jégkorszak után maradt vissza örök jég. És most ezt az elméletet egy ősi koponya felfedezésével bizonyítják. De vajon miért ilyen alakú? Senki sem tud pontos választ adni, a szakemberek is csak találgatnak. A legvalószínűbb, hogy az évmilliókkal ezelőtt itt élt civilizáció tagjai mesterségesen deformálták a koponyát. Ez helyenként egykor nagyon gyakori eljárás volt. Ezt a magyarázatot azonban nem mindenki fogadja el, még keresik a megdönthetetlen elméletet. A következő felfedezést nem régészek tették, hanem az internet és különösen a Google Maps figyelmes felhasználói. A földgolyó különböző pontjait kutatva valaki egy érdekes képre bukkant, amely egy azonosítatlan tárgyat és egy hosszú nyomot ábrázolt. Természetesen a tudósok azt állítják, hogy ez nem más, mint egy jégdarab, amely egy hatalmas tömbről tört le, és gurult néhány kilométert. De tényleg megtehette ezt? A távolság nem kicsi, és a kiindulási ponton, ahonnan a tárgy elkezdett mozogni, vannak más jégrögök, amelyek egyáltalán nem mozdultak el. A következő felfedezés bejárta a világ sajtót. 1984. december 27-én egy meteorit darabot találtak az Enenhisz nevű hegységben. Felszíne olyan volt, amit még nem láttak a tudósok. Megkövesedett mikroszkopikus struktúrák voltak rajta. Nagyon emlékeztettek baktériumokra. A kutatók évek óta próbálnak életet találni a Marson, és ez a meteorit végre közvetlen bizonyíték arra, hogy valóban lehetett élet a vörös bolygón. A talált struktúrák nagyon kisméretűek voltak, kisebbek, mint a Földön található baktériumok. A leletből az is kiderült, hogy több mint 4 milliárd évvel ezelőtt szakadt el az anyabolygótól, amikor a Marson még volt víz. Más, a földre hullott példányok a Mars száraz korszakából származnak. Az ilyen leletek miatt nem hiszem, hogy 100%-os bizonyossággal tagadhatjuk más civilizációk létezését. A Piri Reis térkép a történelem egyik leghíresebb és legrejtélyesebb térképe.
1513-ban készítette az azonos nevű török navigátor és térképész, aki az Oszmán Birodalomban szolgált. Piri Reis térképe Dél-Amerika, Észak-Amerika és Nyugat-Afrika partvonalát, valamint számos szomszédos szigetet ábrázol. Van azonban valami elképesztő ezen a térképen. Hihetetlen pontossággal ábrázolja az Antarktisz déli részét, az akkor még feltérképezetlen területet. Világszerte számos történész és tudós tanulmányozta már ezt a térképet, hogy megpróbálja megfejteni a rejtélyét, és megértse, hogyan ábrázolhatta Piri Reis ilyen pontosan a jelen tudásunk szerint akkor még feltérképezetlen területet. Piri Reis maga is ismert volt tengeri útjáról és térképészeti munkáiról. Ő állította össze a korabeli tengerészek által használt térképek és navigációs eszközök nagy részét. Az Antarktiszról készített térképe azonban kiemelkedik a többi közül, pontosságával és részletességével. Sokan úgy vélik, hogy Piri Reis az Antarktisz déli részéről olyan ősi térképekről szerezhetett információt, amelyek az őkora utáni időkben elvesztek. Más kutatók azonban úgy gondolják, hogy őslakosoktól vagy más navigátoroktól kaphatott információkat, akik már előtte jártak a területen. Az összeesküvés elmélet hívei azonban úgy vélik, hogy a térkép számos titkot és rejtett üzenetet tartalmaz. Azt állítják, hogy a navigátor olyan tudásúra volt és olyan információkkal rendelkezett, amelyekhez a kor többi embere nem jutott hozzá. A térkép információkat tartalmazhat ősi civilizációkról és elfeledett technológiákról, amelyek az idők során később elvesztek. Bár mindkét verziónak megvannak az érvei, jelenleg nincs végleges válasz arra a kérdésre, hogy Piri Reis hogyan volt képes ilyen csodálatos térképet készíteni. Műve továbbra is a történelem egyik legrejtélyesebb és leglenyűgözőbb kartográfiai alkotása, világszerte felkelti a kutatók és tudósok figyelmét. Mára ennyi, kedves nézőim! Nyomjatok egy lájkot, ha érdekes volt a videó, írjatok kommentet, hamarosan találkozunk. Addig is, sziasztok!